Az idei tanévben a bench verseny témáját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei, karakterei iklették. Így például az elméleti tesztek után a szakácsversenyzők Petőfi egyik kedvenc ételét készítették el. Nagy Benjamin a Nyíregyházi Sipkai Balna kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium utolsó éves tanulója. Gyerekkori álma volt, hogy szakács legyen, és hogy különleges kreatív ételeket készíthessen. Székely gulyás, ez Petőfi Sándornak a kedvenc étele volt. Úgy készült, hogy bement az étterembe, a Pilvasz kávéházba, és akkor már csak pörkölt volt, és savanyú káposzta, és azt a kettőt összekeverték, és így született meg. Kereskedelem, vendéglátás és építészet szakterületein belül az eladók, a pincérek és a festőmázoló tapétázók is összemérhették tudásukat. Az eladóknak az elméleti teszten túl egy díszdobozt és egy ajándékkosarat kellett készíteniük hungarikumukból. A festők kokárda szerkesztést, színkeverést és festést kaptak feladatul. A pincérek feladata pedig díszterítés készítése volt a nemzeti ünnepek tiszteletére. Benkő Noémi olyan területet választott, ahol pincér, szakács és üzletvezetői szaktudást is szerezhet. 2016-ban érettségiztem, és 2 éves OK-es képzést választottam vendéglátó szervezőjét a Sipkaiban. A megyei szakiskolák kapcsolatának erősítése mellett a versenynek fontos célja a szakképzések népszerűsítése, az iskolák bemutatása és a kreatív gondolkodás fejlesztése is.